Köszöntjük kedves nézőinket! Dobrý deň, milí diváci! Mai adásunkban egy beszélgetést láthatnak Vermes Istvánnal, a Vermes Törzs vezetőjével. Beszámolunk az Egyházi Iskola Központ Erasmus Plus projektjéről, és programajánlóval is készültünk. Műsorunk végén a Szent Cyril és Metód ünnepség felvételeit láthatják. V dnešnom vysielaní si môžete pozrieť rozhovor s Istvánom Vermešom, správu o projekte Erasmus Plus a pripravili sme aj ponuku podujatí. V závere nášho vysielania si môžete pozrieť záznamy z cyrilometodských slávností. Tartsanak velünk! Zostaňte s nami! Sárközi János Vermes István koppánnyal beszélgetett a Vermes Törzs jelenéről és múltjáról. János Sárközi a István Koppány Vermes sa spolu rozprávali o začiatkoch kmeňa Vermes a o jeho vývoji do súčasnej podoby. Nagy szeretettel köszöntöm a Guta TV nézőit. A mai beszélgetésünk folyamán visszaugrunk a történelembe jó 1100 vagy talán 1200 évet. Betekintést szeretnénk nyerni az akkor élt őseink életmódjába, mindennapjaikba, illetve a nagy történelmi eseményekbe. És aki ebben segítségemre lesz, az Vermes István Koppány, a Vermes Törzs feje. Szeretettel köszöntelek. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő, hogy meghívtál. Az első kérdésem rögtön itt a névnél kezdődne, a Koppánynál, amit néhány éve vettél fel önkéntesen. Ami indított arra, milyen példaképet látsz te ebben a történelmi szereplőben, akiről azért valljuk be, hogy nagyon sok forrás nem áll rendelkezésünkre, inkább a hagyományuk. Igen, hát ez, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ennek valóban van egy története. Tehát ez nem úgy van, hogy kitaláltam és a hasonra ütöttem, hogy akkor én Koppán legyek, de akár így is lehetne, mert majd mindjárt elmondom, hogy igazából mi volt ennek az indítatása. Tehát van nekem egy nagyon jó, mondhatom, hogy öreg barátom. Ugye egy néhány szóval előbb beszéltünk ezekről a korokról, hogy ki az öreg kise. 86 éves a Czeiber Róbert Gyula, aki kiváló történelmi regényeket ír, és ugye megírta a Koppányt is. Tehát ő elkezdte Attillától, és akkor így szépen vitte végig 1956-os forradalomig a főbb történelmi eseményeket, és hát megírta többek között Koppánynak is a történetét, már annál a szálnál is fogva, hogy ugye Somogyi, és hát mint kutatásokból tudjuk, Koppánynak ugye az volt a területe. És hát én elolvastam ezt a könyvet, természetesen, hogy nagyon tetszett, tehát a könyvbe, sok könyvében szerepelünk is, úgymond, tehát név szerint is, Guta is szerepel az egyik könyvébe, és aztán, tehát engem ez a Koppány, ez úgy érdekelt mindig, és ugye, hát ő nagyon negatív figuraként szerepel a magyar történelemben, most már talán enyhült ez, és hogy így van, vagy nem így van, ezt mindenki megítéli, de lényeg az, hogy ugye már a István a királyban is volt arra utalás, hogy Koppány az ki volt. Lényeg az, hogy bennem volt egy ilyen kettőség, hogy ha ő, ugye azért én azt gondolom, hogy ő is azon dolgozott, hogy a magyarság fönnmaradjon. István is fogadjuk el, hogy azon dolgozott, de ugye ilyen két ellentétes figura volt, és ugye én a keresztségben az István nevet kaptam a szüleimtől, és akkor, hát én gondolkoztam ezen a Koppány néven, tetszett is ez a Koppány név, ugye gyakorlatilag ilyen tiltott név is volt, és akkor a Czeiber Róbinak elmondtam ennek a barátomnak, és aztán ő azt mondta, hogy na, akkor én számomra te innentől Koppány vagy. És akkor ebből az lett, hogy Somogyváron lett egy ilyen ünnepélyes, ő, mint keresztapám, de nem így nevezzük, ugye, hanem lélekapám lett, Czeiber Róbert Gyula, és ő egy ilyen szabjával tehát megkeresztelt, vagy hát nem is tudom, hogy milyen rá megfelelő kifejezés. A lényeg az, hogy én ott hivatalosan Koppány lettem, illetve félhivatalosan, mert a személybe nem írattam be, de talán majd erre is egyszer sor kerül, de nem ez a lényege, az a lényege, hogy
És akkor ez úgy van bennem, hogy tehát azt a féle ellentétet, ami István és Koppány között van, én azt így magamba, vagy úgy érzem, hogy tehát fölvállaltam egy ilyet, és ez nagyon nagy szó, és ne is értsék félre, hogy tehát egy ilyen ellentét szétszedő, illetve ilyen béketeremtő legyek. Hát egy kicsit József Attiláson, ugye, hogy a harcot, mint őseink vívtak, békévé oldjad emlékezés. Akkor tökéletes, nagyjából így, tökéletes így, ezzel a megfontolással a történt. Így van. Ezzel a jó, köszönöm. Akkor egy másik fogalom tisztázással folytassuk, a törzs. Mondtam, hogy vermes törzs, te vagy a törzsfő, nyilván neki egy kicsit elmélyült ebben ennek a korszaknak a történelmében, az találkozott ezzel a kifejezésekkel, de hogyan tudod te ezt az életformát megvalósítani? Tehát amit a törzs jelentett valamikor a honfoglaló hőseinknél. Hát ugye mindennek van egy kezdete, és aminek kezdete van, annak van vége is, ugye? És az, hogy a kezdet az hol alakult ki bennem, sajnos erre nem tudok konkrét választ adni, de egy biztos, hogy tehát az egész életemben azt a tevékenységet folytattam, amit most folytatok. Tehát ennek megvolt a gyerek változata, meg megvolt a kamasz változata, és így tovább. Úgyhogy a gyerekkoromban is voltak lovaid? És nem voltak lovaim, viszont nagyon sokat hallottam a nagyapámtól a lovakról, illetve édesapámtól is, mert édesapám az még lovas tüzér volt, 29-es születésű, és ő, mint katona, lovas tüzér volt. És a szövetkezetből ugye akkor már azért nem voltak se a nagyapámnak, se a édesapámnak lovai. A szövetkezetből gyakran hazahozta a lovakat, acélból, hogy a kertet azzal tudtuk jól megművelni. Hát és én akkor fogtam a lovakat, vezettem a lovakat. Tehát ha József Attilára utaltunk előbb, akkor itt a József Attilának van egy nagyon-nagyon gyönyörű az Istenem, én téged úgy szeretlek, és csak ezt a részt szeretném elmondani belőle, hogy ha meg szántóvető lennél, ott is segítnék mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Tehát én valami ilyesmit csináltam akkor, amikor segítettem a édesapámnak, és nem azt mondom, hogy ehhez mindig olyan nagy kedvem van, mert jó párszor letaposta ugye a fordulónál, ha nem vigyázott az ember, ezt a mai emberek, ha nem tudják, akkor ugye a ló oldalra lép ki, és akkor jól letaposta az embernek a lábát. És hát ezt aztán mondtam, hogy annyira fanatikus volt, nem mondom, hogy annyira fanatikus voltam, hogy ezt én szerettem, de viszont én akkor nagyon megszerettem, akkor is már volt egy vonzalmam a lovak fele, és aztán ez így folyamatosan fölépült. És ugye én egész gyerekkoromban ezeket a kalandfilmeket játszottam le. Illetve nem csak a filmeket, hanem amit a könyvben olvastam, azt is, mert én, ahogy elolvastam, én azonnal láttam. És én az a generációnak a tagja közé tartozom, akik ugye magunk készítettük el a játékainkat, tehát nem azt mondom, hogy nem kaptam játékot a szüleimtől, amit vásároltak, volt ilyen is, de sok mindent magunk készítettünk át, annak aztán voltak hozadékai, mert ugye el kellett csenni dolgokat édesapántól, meg ilyen, és akkor, na mindegy, ez egy másik történet, de lényeg az, hogy és hát ugye akkor sok többen voltunk gyerekek, hát én tanyasi gyerek vagyok, ugye tudják rólam, hogy Bogyaréten nevelkedtem, ráadásul ott is a szélén, tehát mondhatni azt, hogy tanyavilágban, és azért nekünk tehát nagy szabadságunk volt. Tehát szoktam mondani, hogy minket azért vertek meg, mert nem akartunk bemenni, a mai gyerekeket azért verik meg, mert nem akarnak kimenni, vagy na, ezért fenyítettek, ugye. Na mindegy, mi úgy eltűntünk otthonról, és akkor ezekkel magunk készített eszközeikkel, hát most a mai szemmel valóban életveszélyben voltunk, főleg a kisebb gyerekek, akik velünk voltak. Na mindegy, és akkor ugye én ezeket a dolgokat, tehát mi ezeket lejátszottuk.
És bennem már akkor is ez kialakult. Igaz, hogy akkor ugye azt láttuk, és arról olvastunk többet, hogy hát Vinetú, Karma, Harisnyát, mindenki akkor ezeket olvasta. Tehát akkor inkább ilyen indiános történetek voltak, de azért, amikor megnéztük az Egri csillagot, akkor azért változott a helyzet. Na lényeg az az, hogy ez mindig is érdekelt engem, és akkor eljött egy pillanat a életemben, amikor hallottam a lovasfiászatról, az is egy külön történet, és aztán megkerestem akkori azt az egyetlen embert, akit úgy hívnak, hogy Kassai Lajos, megkerestem azt az embert, és elmentem hozzá, és akkor innét indult be ugye ez a mostani helyzet, amiben benne vagyunk, ebben is már nagyon sok minden változott, és hát aztán akkor ugye mindent úgy alakítottunk, ahogy abba a korba lehetett. És ugye abba a korba törzsek voltak, nemzetségek voltak, és akkor tehát azért építettünk jótárt, hogy legyen egy közösségi terünk, de ha közösségi terünk van, akkor az olyan legyen, mint annak a kornak megfelelő. A elnevezésünk az legyen annak a kornak megfelelő, és tulajdonképpen ez a vermes törzs név ez így alakult, de most már ez ugye ilyen köztudatba bekerült, hála Istennek, és ezt sokszor használják így, de kapunkra is így van kiírva, hogy vermes törzs. Na, említetted, hogy igyekeztek mindent autentikusan, tehát úgy bemutatni, ahogy akkor lehetett. Honnan veszitek hozzá a mintát? Mert ugye régészeti feltárások alkalmával lehet találni övcsatokat, kengyeleket, kardot, de mondjuk textíliát nem. A ruházathoz például, honnan merítitek a forrást? Hát ez is nagyon jó kérdés. Amikor mi ezt elkezdtük 30 évvel ezelőtt, akkor igazából itt, tehát a legszakavatottabb emberek voltak azok, akik ehhez értettek. Tehát László Gyula, az mindenképpen azt gondolom, és meg a történészek is ezt mondják, hogy az egy nagyon komoly tudással megáldott ember volt. Hát ugye meg is rajzolta, híres könyve, 50 rajz a honfoglalók. Így van, és pontosan erre akartam kitérni, hogy tulajdonképpen aki akkor ebben a hagyományőrzősbe bekerült, az szinte 99%-ban László Gyula a rajzait használta föl, illetve a mi esetünkben, és ezt is tudom, hogy nem csak a mi esetünkben, mások is, tehát a saját fantáziájukra is hagyatkoztak. Tehát úgy kell elképzelni azt a 30 évvel ezelőtti korszakot, hogy tehát nem voltak hagyományőrzők. Tehát valóban mi annyira az elején voltunk ennek, hogy tehát mi mentünk mindenhová, mert nem voltak. Hát most már a falukban, majdnem minden falukban van egy csapat, ha nem is lovasíjász, de íjász csapat. Tehát mi nagyon sok helyre hívtak. De ezt úgy kell elképzelni, hogy mi, ha találtunk egy olyan drapériát, akkor azt leszettük, meg az összes ilyen öreg ülőgarnitúra, mert ez a Scheinbrockárthoz hasonló anyag volt, amit ugye olvastunk, meg a László Gyula megrajzolta. Tehát azokat úgy szépen valahonnan beszereztük, vagy egy turkálókból, és akkor abból nem csak hogy varrattunk, hanem vartunk. Tehát én megtanultam varni. Tehát én megtanultam bőrrel dolgozni. Aztán ugye, ahogy haladtunk a korba, akkor ugye mindig egy kicsit sikerült, tehát pénzünk se volt nagyon rá, az az igazság. Hát én akkor házasodtam, házasság elején voltam, hát nem úgy voltam, hogy akkor most vettem magamnak, nem tudom, milyen ruházatot, meg íjat, meg ilyen felszerelést. Hát ez nagyon-nagyon fokozatosan, ami nem volt, azt gyártottam. Mint ahogy gyerekkoromban is. És akkor ugye ez úgy folyamatosan fokozatosan kialakult, és hát most már erre van, ja, és hát persze rengeteg kritikát kaptunk aztán később, ahogy ennek lett egy folyamata, hogy na hát olyan soha nem volt, ilyen ruha, ilyen vért soha nem volt, olyan lószerszám soha nem volt, ugye mindig, és aztán elejével én úgy voltam, hogy mindenki élje ki magát abba a szakmába, amiben benne van. Tehát egy régész, az foglalkozzon régészen, és nagyon helyesnek tartottam azt, hogy beleás olyan mélységekbe. De egy lovasíjász, mi úgy neveztük magunkat, meg úgy neveztek minket, hogy kísérleti régészek vagyunk mi, mert én elolvastam azt, hogy hol volt a lovasíjász, onnan ez csak nem működött.
Tehát onnét nem tudtam használni. Gyakorlatban nem működött, amit a leírásból így van. Olvastál. Tehát mi kitaláltuk magunknak úgy, hogy a leggyorsabban honnét tudok tölteni, honnét a legkényelmesebb, a lovat hol nem zavarja. Tehát mi gyakorlatilag voltunk, és aztán én nem tudom, hogy, tehát én nem kötöttem bele senkibe, hogy most az úgy-e volt, vagy nem úgy volt, és tehát én nem ragaszkodtam ahhoz, de én egyszerűen nem foglalkoztam annyira azzal, hogy tehát próbáltunk a korhűségnek is, és annak ő tudásuknak is megfelelni, de nem csak az volt a lényeg. És most már úgy vagyunk, hogy először is hát sokkal többet tudunk ezekről a dolgokról, mint akkor tudtak. Előkerültek olyan anyagok, olyan leírások, most már vannak olyan anyagok, hát olyan gyönyörű sejembrokátokat lehet vásárolni, vagyis azokkal a mintázatokkal, ami ugye megmaradt esztergomi oroszlán, vagy a királyi várba fönt, de ezek a griffes motívumok, tehát tényleg gyönyörű, és hát most már azok alapján tudjuk legyártani a fémvérteket, például ezeket a lamellás fémvérteket, amit annyit vizsgáltak, és vannak a mi baráti körünkben is olyanok, akik ezzel tényleg olyan behatólag foglalkoznak, és akkor most már őnekik a véleményükre is adunk, és most már odafigyelünk erre is, odafigyelünk arra, hogy a lovonka megfelelő szerszámzott legyen, úgyhogy hát ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Egy-egy ilyen lovasi jártbemutató vagy hagyományőrző nap, mint tegnap vagy tegnap előtt volt Alsószelíme, ugye Jurtanapok. Nagyon látványos, de hogy érdekelne, hogy mennyi felkészülés előzi azt meg, mert az nem csak úgy, hogy az ember fölül a lóra és elkezd hátrafelé ijeszni, vágta az a lóhátán, ugye? Nyilván ez hosszú-hosszú edzést vagy felkészülést igényel. Tehát ezt még időben csak kifejezni se tudom, mert tehát folyamatosan ugye benne vagyunk egyféle felkészülésbe. Tehát ezt kiteszi a mindennapjaitoknak a része, lehet úgy értelmezni? Én azt mondom, hogy igen, de ez nem azt jelenti, hogy tehát én minden nap ezzel foglalkozok. De a többi tevékenységem is valamilyen szinten összefügg ezzel, illetve tehát amikor én elkezdtem ezt a lovasi jászot 30 évvel ezelőtt, akkor néhány évire rá egy riportban elhangzott azt tőlem, hogy a lovasi jászatot úgy szeretném csinálni, hogy a mindennapjaimba tudja megélni. És ez alatt én azt értettem, hogy tehát mindenféle más tevékenység, ami a munkámat illeti, ami a családomat illeti, a gyerekek nevelését, a feleségemhöz való viszont, a barátaimhoz való viszont. Tehát, hogy ezt bele tudjam szőni, illetve ez a lovasi jászat adja ennek egy keretet. Ugyanis nem az a fontos, hogy, illetve nem, hogy nem fontos, hanem nem is tudjuk, tehát én nem tudom rekonstruálni magamba, vagy nem tudom azt, hogy senki se tudja szerintem, hogy mi zajlott az akkori embereknek, tehát hogy volt a képzése, milyen volt a családi élet, mi volt egy csatába. Tehát ezeket nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy én ezt gondolom, hogy közösség nélkül ez nem ment. Tehát nem tudtak volna egy pozsonyi csatát megnyerni, most ezt említem, mert itt történt hozzá, hogyha nincs meg az a összefogás, az összetartozás, és ugye alapja az a család, és már érzem azt, hogy így eszkalálódik bennem a következő gondolat, és most megpróbálom magam ellenőrizni, hogy túl messze ne menjek el, de ezt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy mindennek az alapja a család. Hogyha egy társadalomban nem lesz egy szilárd, jó családi közösségek, nem lesznek, akkor az a társadalom nem hiszem, hogy jól fog működni. Na mindegy, és akkor ugye, tehát nekem ez volt a célom, hogy én ezt be tudjam vinni úgy az életembe, hogy tehát a család ne lássa kárát, tehát ne az, hogy én most csak edzek, hát nekem nincs időm arra, hogy én ember rakjam az udvart, vagy hogy a gyerekeimmel legyek, hogy be tudjam vinni úgy azt az életbe, hogy
ez plusz legyen számukra. És azt gondolom, hogy sikerült is, mert valahogy, tehát soha nem kényszerítettem rá őket, de egyszerűen bele nevelődtek ebbe a történetbe, és most visszajelzésként bátran elmenem mondani, hogy ő általuk is megfogalmazva, hogy hozzátett az életükhez. Tehát bárhol, ahol helyt kellett állniuk, akkor visszautalnak arra, hogy azok az évek, amit eltöltöttek azzal, hogy ezt a tevékenységet csinálták, az mennyire az előnyükre vált. Tehát Balázs fiam, hogy ő benne van, ebben gyakorlatilag azt mondhatom, hogy továbbfejlesztette. Az Anna lánya, ugye egy hivatásos táncos, néptáncos az Ifjú Szívekbe, de azt mondta, hogy a próbákon ő neki nagyon sokat segített ez. A fegyelmezésbe, hogy a kitartásba, hogy neki a fizikuma olyan volt. És a legkisebb lányom, ő meg gyógypedagógus, édesanyja után folytatja ezt a szakmát, de ő is merítkezik ezekből a dolgokból. És most az eredeti kérdésre vissza kellene valahogy karanyarodnom. Hogy is voltam? Hát arra voltam kíváncsi, nem időbe behatárolva, hanem mekkora mennyi energiát igényel, hogy ott te, amikor a bemutatóhoz elérsz, egy olyan csúnya szóval mondom, produkciót tudj mutatni, igen, amire ugye az emberek azt mondják, hogy nagyon szép, igen, kovas, igen, vigyázz bemutatót. Igen, nem tudom időbe behatárolni, hanem ez egy állandó folyamat, de hogy konkrétan egy konkrétabb megfogalmazást tudjak mondani, azért is tudom ezt most, mert alsó szelídben most egy új bemutatóval voltunk, és olyan, hál' Istennek olyan jól jött ki, hogy Gútán itt lelkes emberek, és elejével én benne sem voltam, megcsinálták ezt az első íjász ünnepet, és itt Gútán tudtuk megmutatni ezt a új bemutatónkat, aminek igazából a 99%-ában a fiam a megalkotója, a koreográfus, vagy nem tudom én, hogy nevezzem, tehát ő fejébe született meg, és ő is vezette ezt az egészet. Tehát erre konkrétan úgy egy évig készültünk. De a tél az minden edzés arról szólt, hogy ezt a bemutatót csinálni kell, és nincs kész. Tehát ez olyan, aki ilyenben van, egy néptánc koreográfia, az a tizedikre lesz, vagy a tizenötödikre lesz jó, vagy jövőre talán be fog érni. Amikor már olyan lesz, hál' Istennek nagyon jó a vízhangja, tehát ahol eddig bemutattuk, ott mindenkinek nagyon tetszett, hát most alsó szelébe, de hát a szeliek az egy külön kategória. Most alsó szelébe is nagy sikert arattunk vele. Ez majd jövőre fog beérni igazából, tehát ez egy év, de ugye itt a lovakat folyamatosan évek óta készítjük föl. Tehát most konkrétan rá kellett a lovakat fizikailag edzeni arra, mert ez végig vágtában van ez a bemutató, tehát ilyen pár másodpercre állnak meg a lovak, és kis fordulatokon, tehát annyira igénybe veszi őket, hogy hiába vannak azok a heti egy alkalommal edzések, vagy vannak lovastúrák, rá kellett erre a produkcióra őket edzeni. Tehát ez egy ilyen igazából meghatározatlan fogalom, és mi magunk is így vagyunk, tehát hogy az a tudás, ami évek alatt földgyűlemlett, azt most tudjuk kamatoztatni, hogy tehát nem a nulláról akarunk egy ilyen produkciót csinálni. A közösségi oldalakon látom, hogy elég intenzív, egy aktív élet folyik ott a szállás területnek, vagy minek mondhatjuk, ugye úgy mondták annak idején. Iskolások járnak oda, különböző intézmények tartanak ott, hétvégi pihenőket, stb. Mi mindent láthatnak ott, mi minden vár rájuk, mit kapnak, akik oda ellátogatnak? Hát igazából ennek az volna a lényege, hogy tehát egyrészt hogy a gyerekeket azért fogadjuk óvodától egyetemig, hogy költőjesen mondjuk ezt is, hogy tehát átadjuk és megmutassuk. Annyira érdekes ez a hagyományőrzés történet is, hogy most voltam a Magyarság házában, ott volt egy ilyen előadás sorozat, és az tulajdonképpen arról szólt, hogy
ilyen 3-4 órás, tehát tanórákat kellett tartanom. Lovasi jászott volt a fő téma, és hát mondták, hogy hú, az nagyon kemény lesz, mert majd ott a budapesti gyerekekkel, azt mondom, én nagyon elégedett voltam velük, és nagyon meg is lepődtem, tehát tátott szájú hallgatták végig az előadásokat. És ott is elmondtam, hogy és talán meg is kérdezte valaki, hogy mi értelme is van ennek a hagyományőrzésnek. És én ezzel sokat gondolkodom valóban, hogy mi értelme van. De azért gondolkodom rajta csak, mert hogy jól tudjam megmondani az embereknek. Tehát nekem mindig egy fontos dolog volt az, hogy én tudjam, hogy a nagyapám az ki, az mit csinált, az miért van rajta az az egyenruha, ami éppen rajta van, miért ott lakik, miért ezzel foglalkozott. Tehát én ez a típus vagyok, és aztán ugye, hogy az embernek a tágul ki előtte a világ, vagy szűkül be előtte a világ, ez nem is tudom, hogy melyik a jó kifejezés, tehát akkor elkezd így orientálódni. És tehát konkrétan én így jutottam el tulajdonképpen, meg hát ezekkel a történelmi regényekkel, egy Gárdonyi Géza, hogy de hát miért csinálták ezt? Hát miért, tehát megkérdezték a gyerekek is, de hát miért harcoltak? És akkor erre ugye már nehéz jó választ adni, amikor itt a szomszédságunkban van egy háború, amit elítélünk, nyilvánvalóan, hogy akkor a miőseink vajon miért harcoltak? Nyilván meg kell érteni az akkori történelmi kort, mert az egy nagyon hibás megközelítés, amikor mondjuk a 21. századból akarsz megítélni egy 12. századi történést. Mert nem ugyanaz a korszellem, nem ugyanaz a körülmény. Na hát pontosan erre akarok kiukadni, hogy tehát ezért kell megismerni azt, hogy éltünk, tehát hogy kerültünk ide, miért vagyunk mi itt, ezt, amit most Kárpát-medencének hívunk, amit most Magyarországnak hívunk. Tehát, hogy én azért gondolom, hogy ezt át kell adni, hogy kialakuljon az embernek egy erős, most ezt a szót használom én is, hogy identitásra, de inkább azt mondom, hogy öntudata, mert nem csak a identitás, hanem a mindenféle öntudat. És ha ez hiányzik, ez a része, akkor ez az öntudat, ez nem lesz teljes. Úgyhogy én ezért gondolom, és én nekem megvan erre, hogy tehát miért voltak a harcok, meg miért voltak a lovasiászok, tehát én ezt el tudom mondani a gyerekeknek, meg, tehát ezt bárhol el tudom mondani, csak hogy ezt ki, valaki elfogadja, valaki nem. De tehát én nem vagyok híve annak a túlzott, nem a lojalitásnak, hanem annak, hogy tehát most ez a... Ugye, a szépség királynők mit kívántok mindig, legyen világbéke, ugye ez egy fontos dolog volt. Nyilvánvaló, hogy mindenki békére vágyik. Hát mi az a korosztály vagyunk, akik nem tudjuk, mi a háború, de az a korosztály vagyunk, akik még első kézből megkapták a szüleiktől a történetet, hogy mi volt a háború. A mi gyerekeink már nem első kézből kapják. És nem is tudjuk értékelni, nem is értékelik az emberek, hogy ez mekkora dolog, hogy tehát most itt mindenki jön, megy, vásárol, meg, tehát óriási dolog ez. Ez meg egy olyan téma, amiben nem is akarok belemenni, hogy itt a szabadságra akarnák igazából kiukadni, csak na, ez meg egy nagyon hosszú beszélgetés. Jó, befejezésképpen akit érdekel mindez, amiről beszéltünk, és szeretné személyesen is megnézni, illetve meghallgatni az ehhez fűződő előadásokat vagy elméleteket, hol tud elérni benneteket, milyen úton? Hát az az igazság, hogy ebbe a média ügybe én eléggé rossz vagyok. Szoktam mondani, hogy tehát valakinek mondtam ezt, hogy tehát attól, hogy nem tesszük fel a Facebookra, attól még
mi is elmegyünk valahova. Tehát, hát azt azért manapság nehezen hiszik el, hogy aki nincs van a Facebookon, az létezik. Az létezik, így van. De így minden, van. Nekünk is van egy ilyen oldalunk, sőt, tehát felvidéki lovasi jászok vermes törzs is szerepel. Ez a honlapunk, vagy nem tudom, hogy is neve, ez nekünk nincs, volt ilyen is, de egyszerűen... Tehát de valami nem, telefonszámot lehet rátok találni, persze, vagy ilyesmit. Persze, mindent megtalálható, meg azt hiszem, hogy aki akarja, az megtalálja a vermes törzset, de tehát nem akarok senkit megbántani, tehát hogy most én ezt így élem meg, és nem is értek hozzá, az igazság nagyon, de tehát bár biztos, hogy megtalálhatnak bennünket, és meg is ragadom az alkalmat, hogy szeretettel várok mindenkit. Sőt, annak örülnék, hogy Gútáról lennek, hát Gútáról van egyetlen egy árva tanítványom, aki már ott van 98 óta, meg is nevezett Vorvák Andrásnak hívják őt, és valahogy nem tudom, nem olyan könnyű hozzánk bejutni, az biztos, de nem is nehéz szerintem, hanem hát nem ennek a kora van, én azt gondolom. De soha nem mondasz, hogy soha, és na, tényleg szeretettel várom azokat is, akik edzeni szeretnének nálunk, vagy betekintést nyerni, vagy csak így eljönni hozzánk, hogy vendégségbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, megosztottad velünk a gondolataidat, egy kicsit bemutattad azt a kort, illetve amit ti már életmód szerűen itt megéltek Gútán. Köszönöm szépen, a Góta TV nézőinek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Na konci akademického roka bol ukončený zelený projekt Erasmus Plus v Spojenej cirkevnej školy Panny Márie, v rámci ktorého sa počas celého roka kládol veľký dôraz na environmentálnu výchovu. Na podrobnosti sme sa opýtali učiteľov, ktorí sa tohto projektu zúčastnili. A Nagy Boldogasszony Egyházi Iskola Központban a tanév végén zárult az Erasmus Plus zöld projektje, melynek keretén belül egész évben nagy hangsúlyt fektettek a környezetvédelmi nevelésre. A részletekről a projektben résztvevő pedagógusok számoltak be kameránknak. A Nagy Boldogasszony Egyházi Iskola Központ egy sikeres pályázatnak köszönhetően 2023-24-es tanév szeptemberétől bekapcsolódik az Európai Unió rövid futamidejű projektjébe, nyelvileg felkészülten és környezettudatosan a 21. század iskolájába címmel. A projekt fő célkitűzése, hogy meghonosítsuk a diákság és a tanári kar körében a fenntartatóság fogalmát, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelmi nevelésre. A projektünk korábbi diákmobilitási Erasmus projektünkre épült, amelyet 6 országgal valósítottunk meg, és szintén a klímaváltozással foglalkoztunk 3 éven keresztül. Jelenlegi projektünk nem diákmobilitási projekt, hanem tanármobilitási, illetve a diákságot is bekapcsoljuk ebbe a projektbe. A projekt kezdetén tanári karunkból 2 kolléga külföldi dublini továbbképzésen vett részt, jó magam zöld képzésen, ahol legújabb komplex innovált módszereket tanultunk a környezetvédelmi nevelés terén, kollégám pedig angol nyelvtanfolyamon vett részt. Projektünk másik fő célkitűzése, hogy erősítsük diákjaink és tanáraink angol nyelvtudását, illetve szeretnénk, hogy a kollégák is és a diákok is a környezetvédelemmel kapcsolatos zöld szókincset elsajátítsák, hogy a jövőben sikeresen kapcsolódhassunk be külföldi ökoprojektekbe. A tanév során minden hónapban konkrét projektfoglalkozásokat tartottunk az alsó és felső tagozaton, a környezetvédelmi oktatás órákon. Ezek komplex, tanulásszervezésű, innovatív és tantárgyközi kapcsolatokon alapuló projektek voltak. Az alsó tagozaton főként az állat- és növényvilággal foglalkoztunk kiemelten, illetve ezek védelmével. A felső tagozaton pedig angol nyelven valósultak meg a projektfoglalkozások, olyan témakörökben, mint a klímaváltozás, fenntartható energiák, illetve diákjaink digitális kompetenciáikat is fejlesztették, olyan
honlapokkal foglalkoztak, mint például a Red List of Animals, ez a vörös listás fenyegetett állatfajok honlapja. Diagramokat és statisztikákat elemeztek angol nyelven, tehát digitális kompetenciáik mellett angol szakszókincsük is fejlődött. Projektünket bemutattuk a Komáromi Pedagógiai Napok keretén belül, illetve a megvalósult 10 projektfoglalkozásból egy oktatási segédkönyvet is létrehozunk majd. Ezek tartalmazzák majd a 10 óratervet, illetve a mellékleteket, keresztrejtvényeket, segédlapokat, munkalapokat, illetve olyan hasznos linkeket, amelyeket a kollégák is felhasználhatnak majd a környező iskolákban. Ez a segédkönyv online formában felkerül majd iskolánk honlapjára, illetve nyomtatott példányt küldünk majd a környező iskolákba is, hogy kollégáink is hasznosan forgassák és megvalósíthassák saját óráikon is. Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió támogatásával valósult meg ez a projekt, és reméljük, hogy a jövőben folytatódik az Erasmus sikertörténet iskolánkban. Márciusban beadtunk egy új pályázatot, szintén zöld téma, STEM oktatás és robotika témakörében korábbi partnereinkkel, spanyol, török és olasz partneriskoláinkkal karöltve. Ezen pályázat eredményét augusztusban teszik közzé, és reméljük majd, hogy a következő tanévtől újra egy sikeres ökoprojektbe kapcsolódhatunk majd be. A Nagyboldogasszony Egyházi Iskola Központban már régóta megfogalmazódott a tanári kar, illetve vezetőség fejében az az a dolog, hogy környezettudatosan kell, vagy környezettudatossá kell nevelnünk a felnövekvő ifjúságot. Ennek konkretizálásaként évekkel ezelőtt egy projektot adtunk be az Európai Unióhoz, ami igazából a klímaváltozás hatását vizsgálta az örökségre, ami az utókornak fennmarad, és tehát 6 országgal kapcsolódtunk be ebbe a projektbe, ez már lezárult, és a következő projekt, ami még most tart, az 2 kolléganő volt benne, illetve benne van, és itt pedig projektfoglalkozások voltak igazából az osztályok számára, az iskola számára havi rendszerességgel, és egy új projekt is elő lett készítve, ami igazából a környezetvédelmi robotikai projekt, ami szintén tehát környezet tudatosság tematikával foglalkozik, és augusztus végén kapunk rá választ igazából, hogy folytatódik-e számunkra az Európai Unióval az ilyenfajta együttműködés. Itt az iskolában ezeket a projekteket alátámasztva kidolgoztuk az iskolánk ökotervét, ami igazából egy ilyen összefoglalása annak, hogy mit is szeretnénk a diákoknál, vagy ennél az iskolánál ilyen irányban elérni. Nagyon fontosnak tartjuk a mindennapi életbe a környezettudatosságot a gyermekek fejébe elhinteni, illetve azt, hogy a környezettel hogyan lehet kölcsönös kapcsolatot kialakítani, ne csak egy oldalút, hanem azt, hogy figyeljenek oda a környezetükre, hogyan lehet ápolni, hogyan lehet ezt a bolygót az utókornak megőrizni. Nagyon fontos az is, hogy együttműködjünk helyi szinten a szervezetekkel, akár a Madárbarát Egyesülettel, amit Riflik Zsolt neve fémjelez, illetve akár a Túzok Farm, mi így hívjuk, tehát ott is egy ilyen környezettudatos munka folyik, velük is nagyon jó az együttműködés. Ezen kívül beépítettük az éves rendezvényeinkbe a környezettudatosság tematikáját, ugyanis a Tudományok Napján is igyekszünk mindig legalább egy olyan előadót meghívni, aki ezzel a témával foglalkozik. A gyermeknek szeretnénk úgynevezett zöld filmeket vetíteni a filmklub keretén belül, és az is nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy eszközökben is megjelenjen ennek a környezettudatosságnak a ráerősítése, mégpedig ugye rendelkezünk már komposztálókkal, vagy szelektív hulladékgyűjtésre, nagyon sokszor felhívjuk a figyelmet
szeretnénk gyógynövénykertet kialakítani, ami nagyon jól működik már más intézményekben is, és ezt szeretnénk, hogyha a gyermekek ezzel napi szinten foglalkoznának. A másik része sem elvetendő ezeknek a projekteknek. Szeretnénk az angol nyelvtanulásba bevinni ezt az úgynevezett zöld szókincset, hogy a gyermekek tehát ezeket is tudatosítsák, illetve ezeket a kifejezéseket elsajátítsák. Tehát minden szinten több fajta érzékre hatva szeretnénk a környezettudatosság témáját előmozdítani. Fontos még a versenyek, amik ezeket erősítik, ugye aki egy kicsit még jobban el szeretne mélyülni ezekben a, tehát ebben a témában, az annak lehetősége van, akár egy olyan vetélkedőbe is bekapcsolódni, mint az Indulj el egy úton, ami tulajdonképpen turisztikai, de természetvédelmi vetélkedő is. Nagyon élvezetes feladatokkal, és több éve bekapcsolódunk, most idén Kárpát-medencei második helyet is sikerült elnyernünk. Nagyon fontos ez a vetélkedő azért is, mert közben nem csak virtuálisan, hanem tehát a valójában a gyermekek el is jutnak ezekre a helyszínekre, mégpedig a szervezőknek köszönhetően, tehát amiről tanultak, természetvédelem, az egy szakemberekkel végig fogunk futni ezeken a helyszíneken. Turisztika évek óta nagyon jól működik a suliban, természet, iskolánál is az a cél, hogy szakemberekkel történjen az egy-egy tematikának a feldolgozása, tehát akár vadőrrel, vagy pedig valamilyen biológussal, vagy olyan emberrel, aki a geológussal, aki a kőzettant megmutatja a gyerekeknek. Tehát erre is figyelünk, hogy nagyon pontos és hasznos információkat kapjanak a gyerekek ezeken a különféle aktivitásokon. Az Erasmus Plus projekt keretén belül több alkalommal sikerült projektfoglalkozást tartani az osztályommal, és én úgy gondolom, hogy ezek az alkalmak nagyon fontosak a diákok számára, hiszen saját tapasztalataik, saját élményeiken keresztül jutnak információkhoz kooperatív módon a környezetvédelemről és annak fontosságáról. Jó magam két foglalkozást tartottam nekik ezzel kapcsolatban. Az első a Baglyok projekt volt, és a téma onnan jött ez az ötlet, hogy minden év kezdéskor rácsodálkozunk, hogy a baglyokot végigkísérik mindennapjainkat a fákon csücsülve, és arra gondoltam, hogy ismerjük meg jobban a baglyok életét, és ez volt a célja, hogy minél több olyan információt szerezni róla, ami nagyon érdekes a baglyok életével kapcsolatban. Interneten utána néztünk dolgoknak, könyvekben gyűjtöttünk baglyokról információkat, de akár dalokat, mondókákat, szólásokat, közmondásokat értelmeztünk. Csoport munkában kaptak különféle baglyokat, és ezeknek az életét kellett feldolgozniuk különféle szempontok alapján. És mindezeket az információkat, amiket gyűjtöttünk, egy bagoly alakú labuk formájában összesítettük, illetve a projekt részeként ellátogattunk a túzokos környezetvédelmi központba, ahol a táj története tanúsítványt sikerült bejárni, és így megismerhettük a csallóközi állat és növényvilágot, illetve megtudhatták a diákok, hogy hogyan lehet elősegíteni a biodiverzitás megteremtését egy kisebb környezet, akár otthon, vagy akár az iskolában is. Második körben a gyógynövényekkel kapcsolatban tanultunk a diákokkal. Egy olvasás óra keretén belül a Fűben fában orvosság című olvasmány hatására úgy döntöttünk, hogy elmélyítjük tudásunkat a gyógynövények életéről, gyűjtéséről és felhasználásával kapcsolatosan, és mindenképp az első bevezető fázisban azzal foglalkoztunk, hogy a gyógynövényeket hogyan lehet gyűjteni, és miként lehet felhasználni a gyógyászatban, milyen élettani hatása van az emberi szervezet számára. Házi feladatra minden diák kapott egy gyógynövényt, amit szabadon választhatott, és szempontok alapján kellett leírni, hogy hogyan gyűjtik, hogyan használják, és ezt a társainak az órán be kellett mutatni, illetve természetismeret órán a növényekről tanultunk, és itt nagyon szép projektek, herbáriumok születtek, amit szintén bemutattak, és az iskola fali újságát díszítették, és
Tartottunk egy olyan napot, amikor gyógynövényeket hoztak a diákok, érzékszerveinkkel felfedeztük, meg lehetett tapintani, kóstolni, meg lehetett szagolni, úgyhogy ezen a napon nagyon jó illat lengte be az egész iskolát. Hoztak a diákok szörpöket, krémeket, illóolajokat, amiket mind-mind ki lehetett próbálni, és meg lehetett, ami olyan meg lehetett kóstolni. És nagyon fontos volt az, hogy a növényeket így megvizsgáljuk természetismeret órán, és a modern technikát kihasználva digitális mikroszkóp segítségével a növényitest részeit is megvizsgáltuk, és rácsodálkoztunk, hogy hogyan is néz ki valójában felnagyítva. És a végét a projektnek pedig egy közös bodza szörp készítésével zártuk, és a kocintás volt a projekt végése. A gyermekek szavaival élve mennyien sikerült. Ezek a projektfoglalkozások az új reform szellemében teltek, komplex módon, több tantárgy összekapcsolásával, kooperatív módon. Ben már hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Hajómalom Fesztivál a festői szépségi gútai hajómalom területén. Július 11-e és 13-a között csütörtöktől szombatig a fesztivál mind három napján számos koncert és kísérő program várja a szórakozni vágyó vendégeket. Részletekért keressék a rendezvény és a város hivatalos internetes oldalait. V roku 2024 sa už po 7-krát uskutoční festival Hajomalom v prekrásnom areáli lodného mlyna v Kolárove. Od čtvrtka do soboty 11. až 13. júla počas všetkých troch dní festivalu čakajú na hostí, ktorí sa chcú zabaviť, početné koncerty a sprievodné programy. Podrobnosti nájdete na oficiálnych internetových stránkach podujatia, ako aj mesta. Kedves nézőink, mai adásunk végén a Szent Ciril és Metód ünnepségen készült felvételeket tekinthetik meg. Kellemes időtöltést kívánunk! Vážení diváci, v závere dnešného vysielania si môžete pozrieť záznam zo slávnosti svätého Cyrila a Metoda. Prajeme vám príjemné sledovanie. Értesítjük kedves nézőinket, hogy a Guta TV irodája július 11-e és 26-a között zárva tart, de ebben az időszakban is várjuk a hirdetéseiket az info@gutatv.sk e-mail címen, illetve a 0911 808 404-es telefonszámon. Oznamujeme našim milým divákom, že kancelária Guta TV bude od 11. do 26. júla zatvorená, no vaše inzeráty aj v tomto období očakávame na e-mailovej adrese info@gutatv.sk alebo na telefónnom čísle 0911 808 404. Következő július 17-i adásunkban a Korvi Mátyás Alapiskola Esztrád műsorát láthatják. Tartsanak velünk a jövő héten is! V našom ďalšom vysielaní 17. júla si môžete pozrieť program Základnej školy Matia Korvína. Ostaňte naladení budúci týždeň. Modlitba za Slovensko. Viem jedno hniezdo, rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ a sám aj určil komu. Koho tam pozve prebývať do človečieho domu? Kto si bude smieť odomknúť, zamknúť jeho bránu? Kto pluhom krájať ako chlieb zem, Bohom darovanú. Viem jedno hniezdo, rád ho mám. Hreje ma dňom i nocou, vyslané mekou vravou mám a mozoľami otcov. Môj dobrý Bože, zhliadni naň. Stráž nám ho neustále. Ach, aspoň ty ho chráň, veľký, keď si ho stvoril malé.
Vážení prítomní, milí hostia a členovia Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove. Čo najsrdečnejšie vás vítam na dnešnom podujatí. Osobitne vítam medzi nami všetkých ctených hostí, ktorí prijali naše pozvanie. 5. júla, v deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, si Spolok priateľov slovenskej kultúry každoročne uctí týchto vzácnych vierozvescov. Tento deň je zároveň aj dňom slovenskej kultúry v Kolárove. Celé podujatie je tak povediac rozdelené na tri časti. Prvá sa koná v parku svätej Rozálie, tu pri pomníku solúnskych bratov. Oslavy začali hymnou Slovenskej republiky a básňou v podaní Kataríny Sabovej. Po nej sa predstaví spevácky zbor pod vedením magistry Žofie Naďovej a predstaví sa dvoma skladbami. O slávnostný príhovor sa postará inžinier Béla Halás, primátor mesta Kolárovo. Za spolok predniesie príhovor pani predsedkyňa. Prítomní zástupcovia politických i spoločenských organizácií si uctia pamiatku solunských vierozvescov pietným aktom kladením vencov k pamätníku svätého Cyrila a Metoda, počas ktorého si vypočujeme i staroslovenský očenáš v podaní speváckého zboru.
vznáša nad horami, lásku rozdáva dolinami. Žila tu s nami od dávnych dôb, ňou Boh si chráni slovenský rod. Mať moja, keď ma kolísala, slovenskú pieseň mi spievala. Ten zácný klenot ja v srdci mám, každúčký deň si ju zaspievam. Nech sa rozletí do všetkých miest, nech zmetie zlobu zo všetkých ciest. Žila tu s nami od dávnych dôb, ňou Boh si chráni slovenský rod. Nech sa rozletí do všetkých miest, nech zmetie zlobu zo všetkých ciest. Žila tu s nami od dávnych dôb, ňou Boh si chráni slovenský rod. Vážení prítomní, milí hostia, oslava sviatku svätých Cyrila a Metoda má hlboký význam nielen v náboženskom, ale aj kultúrnom a národnom kontexte. Cyril a Metod sú považovaní za patronov všetkých Slovanov a symbolizujú jednotu a spoločné kultúrne dedičstvo. Ich práca pri šírení vzdelanosti a kultúry ukazuje na dôležitosť vzdelania a kultúrnej identity. Ich prínos k šíreniu kresťanstva a liturgie v zrozumiteľnom jazyku pomohol upevniť kresťanskú vieru v regióne. Bratia boli tiež diplomati, ktorí sa snažili o dobré vzťahy s rôznymi politickými a cirkevnými autoritami, či im pomohlo pri šírení ich učenia a kultúry. Cyril bol jedným z najvzdelanejších gréckych filozofov svojej doby. Rešpekt si však zaslúžia obaja bratia, a to nie len vďaka svojej práci. Vďaka ním a od nich sa môžeme naučiť rešpektovať ľudí, ktorí hovoria iným jazykom, ako aj to, že každý veriaci má právo ctiť Boha vo svojom materinskom jazyku, rovnako ako má právo svoj materinský jazyk slobodne používať. Vplyv činnosti Cyrila Metoda v oblasti šírenia kultúry a kresťanstva, najmä na vznik písma, je nespochybiteľný. Nie je preto náhoda, že týchto dvoch slovanských vierozvescov, spolupatrónov Európy, si dodnes ustievajú rovnako na východe, ako aj na západe. Sviatok svätých Cyrila a Metoda je príležitosťou na zamyslenie sa nad významom vzdelania, kultúry a náboženstva v našom živote. V roku 1980 pápež Ján Pavol II. Vyhlásil Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy, čím uznal ich význam nielen pre slovanské národy, ale pre celú Európu. Ich práca zanechala trvalý odkaz, ktorý stále ovplyvňuje slovanské národy a ich kultúrnu identitu. 5. júl je pre nás nie len sviatkom, ale dňom pripomínania a zamýšľania. Bohužiaľ, v dnešnej dobe sa láska k blížnemu sa vystratila, ako aj dobré medziľudské vzťahy. Vracajme sa do minulosti, kláňajme sa jej múdrosti a ľudskosti, aby sme ich rozpoznali a pozdravili aj v budúcnosti svojim konaním, svojimi skutkami, ako to robil Cyril a Metod. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Vážení prítomní, milí hostia a členovia Spolku priateľov slovenskej kultúry. Naša organizácia si každoročne uctí týchto vzácnych vierozvescov. Vieme, že to boli solunskí bratia Konštantína Metod, že prišli na pozvanie veľkomoravského kniežaťa Rastislava v roku 863, čiže pred 1161 rokmi, na územie vtedajšej Veľkej Moravy. Rastislav, veľkomoravské knieža, sa potrebovalo vyčleniť spod germánskeho franského vplyvu. Toto vyčlenenie sa malo udiať tak na štátnej, ako aj na cirkevnej úrovni. Preto potreboval učencov, ktorí sú schopní v reči ľudu sláviť liturgiu a hovoriť o evanjeliu. Michal III. Vyšiel Rastislavovi v ústrety a na misiu k Slovanom našiel týchto dvoch géniov. Ich prvá genialita spočíva vo vytvorení písma.
Veď keď Konštantína oslovili na misiu k Slovanom, zareagoval, či vraj môže zapísať reč na vodu. Vieme, čo to znamená. Naši predkovia nemali písmo. Tým ich reč bola na úrovni dialektu, ktorý pravdepodobne časom buď splinie s iným, alebo bude nahradený iným jazykom. A ak niet písma, myšlienky sa strácajú smrťou tých, ktorí ich hovorili či počúvali. Konštantín dokázal vytvoriť v krátkom čase písmo, takže už nebolo potrebné písať na vodu, ale dalo sa písať na pergamen a neskôr na papier. Ďalšia veľká genialita Konštantína a metóda bola v tom, že neuveriteľne rýchlo do nášho jazyka preložili najprv bohoslužobné knihy, potom evanjeliá a časť ostatnej Biblie. S týmto písomným podkladom sa vybrali k našim národom. Ich genialita sa ukázala aj v tom, že po príchode hneď založili vysokú školu, do ktorej povolali najšikovnejších chlapcov z významných rodín. Tých začali učiť, takto vytvárali sieť, ktorá mala predpoklad rozšíriť sa. Misia dvoch bratov vôbec nebola jednoduchá. Napriek tomu, že prišli na úradné pozvanie, prekážok, udaní a neskôr aj prenasledovaní mali dosť. Franský vplyv sa podpísal na tom, že sa museli ísť hájiť do Ríma k pápežovi. Obhájili sa. Ale Konštantín sa už nevrátil. Ochorel, vstúpil do kláštora, prijal svoje druhé meno Cyril a zomrel. Celkovo misia solúnskych bratov na našom území trvala 40 mesiacov. To sú 3 roky a 4 mesiace. Naši žiaci na konci 3. ročníka už vidia vybrané slová. Ale na život je to málo. Za 3 roky sa dá získať výučný list. Ale na väčšiu misiu je to málo. Metod sa síce ešte vrátil na naše územie, so svojimi žiakmi tu pôsobil, ale po jeho smrti týchto žiakov vyhnali. Upozornili však na veľmi podstatný rozmer. Kultivovaný národ sa nerodí tým, že má armádu, dostatok materiálneho zabezpečenia a pracovné príležitosti. Iste, aj tým, ale ľudí je potrebné kultivovať a nečakať na politickú vôľu či iné ideálne podmienky. Na ľuďoch záleží, minimálne tak, ako na dobrých podmienkach. V tomto duchu si musíme spomenúť na všetkých učiteľov, dobrovoľných pracovníkov, ktorým záleží na kultivovaní okolia i ľudí. Hlavne, ak vytrvajú vo svojom dobrom diele, a to aj napriek tomu, že tým skôr strácajú. A pripomeňme si ešte jeden dar, ktorý ešte stále aspoň ako tak máme. Premýšľame nad evanjeliom. Aspoň chvíľu, v nedeľu. Ale predsa, je to jedinečná cesta k rozvíjaniu myslenia, k širšiemu pohľadu na to, na čom záleží. Buďme vďační, že túto cestu ešte poznáme a nestraďme ju. Veď keď chceli starovekí filozofi definovať človeka, vystihnúť a popísať, v čom je jeho špecifickosť oproti iným živým tvorom, povedali, že je to živočích, ktorý má reč. Pod rečou však nemysleli len schopnosť povedať zrozumiteľné slovo, ale aj premýšľať. A skutočne, človek má reč. Vie plánovať, spomínať, kombinovať, odovzdávať myšlienky. Ale na to, aby to nebolo len rozprávanie, je potrebné tento dar rozvíjať. A ak sa začítame do prvých strán Biblie, do tých, ktoré sa ešte neprihovávajú k Židom či ku kresťanom, ale k človeku, teda ak sa začítame do príbehu o stvorení človeka, môže nás prekvapiť, že v ňom nie sú takmer žiadne príkazy. Je tam výzva, aby sme naplnili zem a podmanili si ju. A hlavne je tam popis a pozvanie pre človeka byť na obraz Boží. Na tejto brázde orali Konštantína metód. Zostali na tejto nenápadnej a takej dôležitej brázde napriek všetkej nepriazni okolia. A preto Sviatok svätých Cyrila a Metoda je pre nás sviatkom nádeje. Nádeje, že aj krátkodobá a neprajnosťou obklopená činnosť môže priniesť veľké výsledky. Nádeje, že nezabúdame, že rozvíjať treba nielen technické a ekonomické možnosti, ale v prvom rade človeka a ľudí. Aby človek dorástol do človečenstva, ku ktorému je pozvaný,
aby dorástol na Boží obraz. To nikdy nebude hotové, ale aj tak je naša zem, a to aj napriek všetkým neprajnostiam osudu, spoločnosti, ľudí, dobrým priestorom na naplnenie tohto pozvania. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Vence vďaky uložia predstavitelia mesta, politických a spoločenských organizácií, za ktoré vám úprimne ďakujeme. Prosím, aby ste si nastúpili a uložili vence.
som pískal. Super. Keby sme my tak vedeli pískať. Neviem. Ale chcel som povedať, Martin, pamätáš si, že sme tu aj hrali blízko Kolárova? Samozrejme, tu vedľa v Kamničnej, na juh od Kolárova. Vy to poznáte. Pamätám si, že sme prechádzali cez Kolárovo. Takisto sme si spravili výlet do Komárna, veľmi sa nám tu páči, pretože my máme skôr hory a nám sa páčia tieto vaše zase nížiny, úrodné polia, krásne, také tie až južné lesy, by som povedal. A to teplo, mne sa páči. Ja som síce zo severu, ale ja by som bola najradšej tu na juhu. Riadne sa vyhria, lebo mne je stále zima. Ináč tak, je pravda, vždycky tam vykyne. Prosím. A to je môj brat. To skôr iný mladenec. Ten tu nie je teraz. Aera má ale nič dobrý odkaz. Dúfam, že to niekto nahráva, treba mu to poslať. Jakub Podhorský sa volá. Takže do Messengera, niekde na Instagram. Dobre, poďme radšej pokračovať pesničkou. Pesničku dáme Mám ťa rád. Tak si povedzme navzájom všetci teraz Mám ťa rád pri tejto piesni. Nie je to vôbec žiadne klišie, je to úplne pekná vec. Navrhovala teda odamšie, neodam? Jednoznačne.
jednoznačne. Je to pekná pesnička z východného Slovenska, veľmi známa. Alenka veľmi pekne spieva, veľmi pekne interpretuje, takisto vám aj zatancuje, čiže nebude to len o hre a o speve. Thank you.
načerpali takú príjemnú atmosféru z takéto krásnej pesničky. A myslím si, že si chcete s nami aj zaspievať. A preto dáme úplne takú známu pieseň, Nebola som veselá, čiže spievajte všetci.
to svetlo celkom praží, toto umelé svetlo. No, Martin, čo dáme ďalej? Dáme si nejakú takú, môžeme si dať kľudne takú modernejšiu, môžeme si dať kapely Ela a môžeme si dať pesničku Fero, tá je taká zaujímavá, si myslím, že aj tu, v najvyššom Slovensku, samozrejme, ľudia budú poznať. Poznáte Fera? A je tu nejaký Fero? Je? Či je? Alebo sa nechce priznať. Tak to je asi piesň pre ňo. Tak mu venujeme. Mamičky, pekných synov máte.
svätého teda Cyrila a Metoda, tak naozaj sa im môžeme takýmto spôsobom samozrejme poďakovať. Prišli na územie Veľkej Moravy v roku 1863. O 1000 rokov neskôr, v roku 1863 bola zase založená dôležitá inštitúcia pre Slovenska, že? Matica Slovenska, neskôr aj tri slovenské gymnázia, ale to už zase je to dejepísať, tak. Takže doniesli nám určite vzdelanosť, aj vieru takisto, čiže zakladali tu aj rôzne školy, kde učili žiakov, donesli písmo Hlaholiku, takže máme im za čo ďakovať, položili vlastne také počiatky našej kultúry. Takže aj potlesk pre ňu, nie? Čo si ale to dáme? No, čo si dáme? Kol nás tu pred nás? Môžeme. To je taká pieseň. A moja asi najobľúbenejšia ľudovka, tak môžeme si ju dať. Thank you.
keď vydržíte nejakú pol minútku, tak... Dve možno? Tak, dáme túto. Prehodíme si heligomky a nech počujete troška aj iné ladenie. Máme nový mikrofón, ale ten štípec je tak ťažko, že to ani možno nie je. Ale dobre je to, je to. Dobre si to dala. Myslím, že aj tvoje ego stúplo. Je isto, tým, že som nahádzala štípec. Dobre. A nedali si náhodou takú tierkovskú? Ale tak, čo ty na to? Chceš, aby som zase túto spievala na to vláže? No jasné, veď sa to ľuďom tak páčilo. Tak vám ešte niečo možno za tam svojím alebo sa spieva. Dobre, dávame. Tak trošku vám približíme náš región. Sme z Terchovskej doliny, Terchovou isto každý poznáte aj malú Fatru. Takže troška by som vám to približila. Ak ste niekto boli v Terchovej na Janošikových dňoch, alebo napríklad aj v Obratnej doline, na Lanovku pozrieť, alebo na Veľký Prívar Fatrácky, tak určite túto oblasť dobre poznáte. No, dúfam. Janošikové diery, vidíte, že toto som práve nespomenul. Teraz tam robím čaštičku, to odtedy. Spýtam, čo máte. Áno. Čerstvo malo zmenu, nie? Áno, 10 dní za mnou, ale dobre, teraz som tu v Kolarove. Tak som tu. Zo severu na juh. Dobre, už nekecajme, poďme za to. Na našu účinu sem.
Ďakujem krásne. Možno aj niečo schudnem. Ja neviem, je ti potrebné chudnúť? Ja neviem. Asi neviem, či? Asi nie. Tak mne určite pribrať, takže vždycky, keď niekde ideme, a ja som ešte chodieval hrávať s takým mojim kamarátom, no a on bol taký pri sebe, ja zase taký hučí dosť, tak vždycky, keď prišla nejaká čašnička alebo čosi, tak mne vždycky donesla jedlo a jem nejakú takú pálenku vždycky. To bola klasika. No, pekne. Dobre, tak... My by sme dali teraz poslednú pieseň, s ňou by sme sa s vami aj rozlúčili a dáme načko im tomu. Okay. Či čo chceš dať? Ale prečo máme tieto oligónky? Ja si myslím, že načko im tomu. No, chceš nám týchto oligónky? Naša nechto dávať tieto, tak vymysli nejakú inú. Dobre, ja si myslím, že by sme mohli dať kľudne pesničku Tatno Tatrami. Tiež pekná pesnička, kde nie sme asi nikto z Tatier, či je to niekto z podstatier asi? A tak všetci, v podstate všetci, celé Slovensko je kvázi pod Tatrami, hej? Takže taká, je to taká, od Tatier až Dunaj. Z čoho to chceš hrať? Ako? Z čoho to chceš hrať? Mohli by sme to hrať z Ečku. Dobre, takže spievajte túto posledu s nami. Bude onedlho pokračovať ešte v jedálni detského domova. Ďakujem.